Az alvavonán szép új fedett lovardáján kívül másban nem gyönyörködhettünk 40 percig, mert a labdarúgáshoz kevés köze volt annak, amit a csapatok mutattak. A 40. perc után azonban 8 fontos leckét is megtanulhatott a Reac a Videóton elleni találkozón. Az első lecke, ha egy együttes 40 percig nem vezet épkézláb támadást, attól még szerezhet gólt a 40-ben, ha sikerül egyet végigvinnie. Így történt ez a Videótonnal, Lendvai labdájára Csató érkezett nagyszerűen, és ez a gól valóban kilógott a mérkőzés addigi alakulásához képest a játékból. Csató, ahogy szokta, nagyszerűen eltalálja. Második lecke. Ha egy kapus nem talál társakat a kirúgáshoz, azért nem kell a hozzá legközelebb eső játékosnak odagurítani a labdát, mert lehet, hogy az egy ellenfél. Így történt ez most is, Mizera János alig, hanem az év potyagóját hozta össze Lendvai Péterrel közösen, akinek szemfülességéből persze mit sem von le. Mindez. 2-0 a 44. percben, ahhoz képest, amilyen az első félidő volt, ez valóságos gólözönnek számít. És mondom még egyszer, ilyen gólt aligha fogunk látni már az idén a Sóstói stadionban. Harmadik lecke. Ha egy védőnek nem sikerülnek a kapura lövései, azért próbálkozzon tovább nyugodtan. Seregi Máriusz talán az év gólját szerezte, mert nem ment el a kedve az első félidőben. Hát ehhez a lövéshez azt hiszem utólag sem kell túl sok kommentár. Negyedik lecke. Ha egy befejező csatár az első félidőben alig találkozik a labdával, azért még próbálkozzon tovább. Gyurovács Sándor is így tett, és mivel ekkor már a kijátszott akciók is bejöttek, végül sikerül gólt szereznie. Szép támadás végén sikerül növelni az előnyt, 4-0, a Reac ekkor már végképp padlóra került. Ötödik lecke. Ha egy csapat padlóra kerül, akkor semmi sem sikerül. Egy perccel az előző gól után egy kissé feleslegesen kiharcolt 11-es Gyurovát pedig tovább acélozhatja saját maga önbizalmát, maga biztosan értékesíti a büntetőt, és ezzel végleg kiüti az ellenfelet. Ekkor következett az a futballpályán ritkán látható jelenet, hogy egy edző egyszerre három játékosát cseréli le, persze szegény Tóth Bálint, ha tehette volna, valószínűleg a teljes sárga-kék gárdát lehívja. Az egykor szebb napokat is látott mester talán megbánta már, hogy elvállalta a rákospalotaiak irányítását. Pedig még hátra volt például a hatodik lecke. Néha az elérhetetlennek tűnő labdáért is érdemes futni, íme a bizonyság, Lendvai érkezik középen, és megszerzi saját maga második, a csapat hatodik gólját. Minden bejött már ekkor a Videótonnak, pedig még csak a 60. percben jártunk. Nagyszerű az előkészítés, Lendvai pedig úgy érkezik, ahogy egy csatárnak érkeznie kell. Hetedik lecke, ha egy játékosnak beindul a bolt, olyat is meg tud csinálni, amit máskor talán nem szokott. Lendvai és egy már-már pofádlanul szép gól. 7-0 a 66. percben, mesés-nyesés, nincs mentség. És végül a 8. lecke, a találkozó 90 percig tart, így az utolsó minutumban is történhet még egy és más. Fodor szólózik egy kicsit, és mert nem támadják a végén, ugyancsak szemtelen góllal találja meg a rövid saroknál az utat. Beállítva ezzel a 8-0-ás végeredmény, ez mindenképpen gólrekord. Utoljára még az élvonalban a Tisza Kécskének lőtt 8 gólt a Videóton, most ezt a rekordot sikerült beállítani. Méltán volt elégedett a nem túl népes számú közönség, a Reacról pedig csak annyit, amelyik csapat a zöld asztalnál vásárolja az indulási jogot, az nem biztos, hogy hely tud állni, még a másodosztályban sem.